tanárainkat és a veszkai embereket egy emberként tartja le azon az iskola felújítása. Milyen lesz? Mikor készül el? És vajon mi zajlik most a falak mögött? Csapatunk választ keresett a kérdésekre, hogy hol tart az építkezés, és miben változott az iskola építete, kis múlva kiderül. Kis csapatunk belesett mindenhová, már is kapcsoljuk tudósítónkat, aki élőben jelentkezik a helyszínről. És már is itt vagyok, üdvözlöm a kedves nézőket! Élőben jelentkezünk az építés helyszínéről. A munkálatok a lehető legnagyobb biztonságban zajlanak, így nincs félnivalónk. A szakképzett építőmunkásoknak mindennél fontosabb az itt tanuló diákok testi épsége, és ennek köszönhetően számtalan biztonsági lépést tettek. A szakértő munkásoknak hála kizárt, hogy bármely tanulónak akár haja szára is görbüljön. Természetesen erről a munkásokat is megkérdeztük, akik szívesen válaszoltak kérdéseinkre. Зарплату последнюю дали это 6 марта за ноябрьскую месяц. Отработали вы когда? Последний месяц, в ноябре, 17 ноября. Получается, типа полгода вы ждали зарплату? Да. Почему решили на такую меру сегодня выйти? А, потому что не платят. Постоянно обманывают. Вы думаете, поможет? Не знаю. Надеемся. Надеемся на вас. A tanítás változatos helyszíneken zajlik, hisz más intézmények is befogadták a tudásra szomjazó diáksereget. A tanulók fennakadás nélkül találják meg az osztályaikat, és a vonulás sok helyszínre fegyelmezetten történik, az esetleg elkószállókat pedig a nyugodt tanári gárda tereli vissza a helyes útvonalra. Hé, álljon már meg! Hé, mit csinál? Álljon össze, kettő! Átépítés, bontás, ide vagy oda, ezek nyomába sem értek annak a rejtőnek, ami hetedik foglalkoztatta az iskola diákseregét. Ez pedig nem más, mint a nagyport kavart konténerkantorán. Az ideiglenesen elhelyezett konténer a hetedik osztály székhelye és bázisa a felújítása. Már kezdetben aggódtak a hőmérsékleti viszonyok miatt, de mára már mindenki megnyugodhat, hisz ebben a tanteremben a hűtő-fűtő mobil klímának köszönhetően nyáron enyhe, már-már hűvös az időjárás. Téli napok miatt sem kell aggódnunk, hisz ilyenkor kellemes melegben tanulhatnak a diákok. Kisfilmünk italáció és vicc. A benne látható és hallható dolgok nem tükrözik a valóságot, mindössze kreatív diák fantáziánk szüleményei. Az átépítés a biztonsági előírásoknak megfelelően zajlik, a konténer lakói pedig maximum a dolgozatok eredményeitől fagynak meg. Tanáraink segítségünkre vannak mindenben, és közösen várjuk a szép új iskolát. Búcsúzóul pedig jöjjön néhány megnyugtató szép kép a közeljövőről.
élőben jelentkezünk az építkezés helyszínéről. A munkálatokra lehetőleg nagyobb és már is itt vagyok. Üdvözlöm a kedves nézőket, élőben jelentkezünk az építkezés helyszínéről. A munkálatok a lehető legnagyobb biztonságban zajlanak, így nincs félnivalónk. A szakképzett építőmunkásoknak minél fontosabb az itt tanuló. Nincs baj, amíg fülig ér a száj, ameddig jól esik minden, csak addig csinálj. Nincs baj, amíg fülig ér a szád. Nincs baj, amíg fülig ér a száj. De nagyon jó volt. Minden, csak addig csinálj. Nincs baj, amíg fülig ér a szád. Csinálj, csinálj, csinálj. Kezünk az építkezés helyszínéről. Hallom a saját hangomat.